A kolumbiai köztársaság egy Dél-Amerika északi részén fekvő ország. Körülbelül 12-szer nagyobb, mint Magyarország, így a Föld 25. és Dél-Amerika negyedik legnagyobb területű állama. Lakossága nagyjából 53 millió fő, így Mexikó után Kolumbia a világ második legnépesebb spanyolajkú országa. Függetlenségét 1810-ben nyerte el Spanyolországtól. Rendkívül változatos természeti adottságokkal rendelkezik, ugyanis esőerdők, magas hófötte hegycsúcsok, sivatagok és hatalmas füves puszták egyaránt megtalálhatóak a területén. Nevét Kolumbusz Kristófról kapta, aki valójában sosem járt ezen a területen. A bikaviadal a spanyol gyarmatosítás óta hagyománynak számít a dél-amerikai országokban. Ez azonban változni fog a közeljövőben, ugyanis Gustavo Petro kolumbiai elnök 2024 májusában aláírta a bikaviadal tiltásáról szóló törvényt. Az elnök szavai szerint a bikaviadalokra használt arénák a jövőben a halál helyett a kultúra, a sport és az élet révé válnak. A tervek szerint a bikaviadalból élőket átképzik. A törvény 2027-ben lép hatályba, így a kolumbiai vezetésnek három éve lesz arra, hogy az említett arénákat kulturális és művészeti központokká alakítsa, az érintett személyeket pedig átképezze. A 2625 méteres tengerszint feletti magasságon található Bogota a világ harmadik legmagasabban fekvő fővárosa, csak Lapaz, Kvító és Sucre található magasabban. Lapaz és Szukré Bolívia fővárosai, ugyanis ott kettő is van, még Quito ekvádoré A nagy magasság nem csak lenyűgöző panorámát nyújt a környező hegyekre, hanem egyedülálló éghajlatot is teremt, ugyanis Bogotában egész évben enyhe a hőmérséklet. Az ókorban a smaragd volt az egyik legértékesebb és legritkább drágakő, ugyanis kizárólag Egyiptomban fordult elő. A feljegyzések szerint már a Krisztus előtti 17. században is aktívan működtek az egyiptomi smaragdbányák. 1816-ban Muhammad Ali, aki nem boxoló volt, hanem az oszmán birodalom egyik egyiptomi alkirája, expedíciót szervezett az ókori smaragdbányák felkutatására. Sikerrel is járt és meg is kezdték a bányászást, azonban hamar abba hagyták, mert az itt talált Maragdok minősége általában nagyon rossz minőségű volt, úgyhogy a bányászat fenntartása nem lett volna kifizetődő. Az elkövetkezendő bő 200 év során a világ számtalan pontján fedeztek fel smaragd lelőhelyeket. A legbőségesebb lelőhelyekre Kolumbiában bukkantak, így napjainkban itt bányásszák ki a világon felhasznált smarag közel 70%-át. A nagy mennyiség mellett ráadásul a kolumbiai smaragdok a legértékesebbek és a legjobb minőségűek a világon. 2024-ben az ország fővárosában Bogotában nagyon súlyos vízhiány alakult ki az elnényú éghajlati jelenség miatt. A helyi hatóságok kilenc zónára osztották a várost, melynek mindegyikét 24 órán keresztül váltakozva lekapcsolták a vízhálózatról. A város polgármestere arra kérte a házasokat és a kapcsolatban élőket, hogy zuhanyozzanak közösen, vagy ha nem hagyják rá az otthonukat, akkor ne is fürödjenek, hogy így spóroljanak a vízzel. A latin-amerikai országokban a választások után a vesztesek szavazói sokszor elég nehezen viselik el, hogy nem az ő jelöltjük lett az ország új államfője, így gyakran robbannak ki tömegverekedések, zavargások, sőt néha komplett felkelések vagy puccsok. Lehet, hogy ezekben az alkohol is komoly szerepet játszik, ezért a 2014-es választásokon a kolumbiai kormány idéglenes szesztilalmat vezetett be, szombat este 6-tól hétfő reggel 6-ig, hogy csökkentse az esetlegesen elszabaduló indulatokat. Kolumbia déli részén található San Agustin városa, ami Dél-Amerika egyik legérdekesebb ősi helye, ahol több mint 500 monolit, szobor, sziklarajz és szarkofág található. A területet körülbelül Krisztus előtt 3300 körül kezdték el benépesíteni, azonban ezeket a sokszor furcsa sziklafaragványokat csak a 6. és a 14. század között hozták létre. Feltételezések szerint a monolitoknak köze van az akkori temetkezési szokásokhoz. Sajnos a tér gyakori támadások arra kényszerítették a város lakosságát, hogy elhagyják a földjeiket valamikor a 14. és a 15. század között a San Agustinban élő inkák előtti kultúrát tehát hihetetlen titokzatosság övezi. Senki sem tudja a valódi nevüket. Társadalmi vagy politikai felépítésükről sincs semmilyen információ. A régészek találtak szövegmaradványokat a helyszínen, azonban ezt nem tudták lefordítani. A legtöbb, amit erről a társadalomról tudunk, a faragott szobrok és egyéb romok értelmezéséből és az azokból levont következtetésükből tudjuk. A kolumbiai kormány 1995-ben elfogadott egy hazafias törvényt, melynek értelmében az állami televízióban és rádiókban minden reggel 6-kor és este 6-kor le kell játszani az ország nemzeti himnuszát. 1708. június 7-én a spanyol armada egyik legnagyobb hajója a San Jose, több tonnányi aranyjal, ezüsttel, drágakövekkel és más értékes tárgyakkal megrakodva indult hazafelé, amikor az angol haditengerészet egyik hajója elsüllyesztette. A 600 méter mélyen fekvő roncsokat csak 2015-ben fedezték fel. A megtalálás óta heves viták robbantak ki körül, hogy a körülbelül 10 és 20 milliárd dollár értékű szállítmány kihez is tartozik. Kolumbia értelem Szerűen igényt tart a kincsre, azonban a Spanyolország szerint őket illeti a hatalmas vagyon, mivel a szánhoz és spanyol tulajdon volt. Az mondjuk elég nagy pofátlanság, amikor a tolvaj perel, hogy megtarthassa a szajrét. Hogy ne legyen ilyen egyszerű, a bolíviai őslakosok szerint a spanyolok az ő területükről rabolták el az aranyat, így azt nekik kéne megkapniuk. Az ország északi részén fekvő kártagénja városában szinte az összes ajtó kopogtató állat alakú. Ez a szokás még a gyarmati időkből származik, és minden állatnak szimbolikus jelentősége van, amelyből következtetni lehet a ház tulajdonosának vagyoni és társadalmi helyzetére. Példának okáért a gyík az arisztokráciát, az oroszlán a katonaságot, míg a hal a tengerészeket jelképezi a Teho a csipcsa indiánok által játszott labdajáték, amely napjainkban Kolumbia nemzeti sportjának tekinthető. Lényege, hogy a Tehónak elnevezett fémkorongot eldobva közel 20 méter távolságból el kell találni egy kisméretű célpontot, ahová apró, lőport tartalmazó borítékokat helyeztek el, így sikeres találat esetén egy kis robbanást lehet hallani. Két ember vagy két egyenlő létszámú csapat is játszhatja, ezek többnyire két vagy négy fősek szoktak lenni. A Tehó versenyeken a mérkő és addig tart, míg az egyik csapat el nem ér egy adott pontszámot. Férfiak esetében ez 27, még nőknél 21. Pablo Escobar talán a világtörténelem leghíresebb drogbárója. Életéről számtalan film és sorozat is készült, és mivel Kolumbia 1980-as évekbeli történelmének egyik legfontosabb szereplője, ezért helyet kap a videóban is, így igyekszem röviden összefoglalni az életét. Pablo Escobar 1949. december 1-én látta meg a napvilágot egy Rio Negro nevű kisvárosban tanárnő édesanyja és földműves édesapa gyermekeként, hét testvér közül a harmadikként bűnözői karrierjét okirat hamisítással, kisebb lopásokkal és drogfutárkodásokkal kezdte, azonban gyorsan emelkedett fel a ranglétrán. 1976-ban a kolumbiai titkosszolgálat ügynökei csapdába csalták és letartóztatták drogkereskedelem és vesztegetés vágyjával. Ekkor készült róla az elhíresült fénykép, amelyen széles mosolyjal néz a kamerába. Eszkobár 1977-ben kezdette drogot csempészni az Egyesült Államokba, ahol akkoriban még nem voltak olyan a szigorúak a határellenőrzések. Négy évvel később már a világ első számú drogkereskedője volt. Fénykorában hetente 420 millió dollárt keresett de nem akart itt megállni, ezért beszállt a politikába is, amely végül a vesztét okozta. 1982 tavaszán beválasztották az alsóházba képviselőnek, és mivel a drogüzlet zavartalanul működött, Eszkobár teljes erőbedobással építette a politikai karrierjét. 1983-ban az El Expectador nevű újság leleplezte, hogy Eszkobárt 1976-ban négy másik társával együtt letartóztatták. Az újságok idővel egyre több botrányt szellőztettek meg. Yeah. 1984-re a körülötte kialakult botrány nem, hogy csendesedett volna, hanem még hangosabb is lett. Az igazságügyi minisztérium keményen felvette a harcot a drogkereskedők ellen, ezért Escobar megölette Rodrigo Lara az akkori igazságügyi minisztert. A miniszter meggyilkolását követően a kormány totális háborút indított a drogkereskedelem ellen. A kártel magasrangú vezetői menekülni kezdtek Kolumbiából. A kormány egy olyan törvénytervezeten dolgozott, melynek értelme. A drogkereskedőket ki lehet adni az Egyesült Államokba. Ez véres leszámolásba és kártelháborúba taszította az országot. Eszkobán rendőrök, bírók és ügyészek százait ölette meg, és a fővárosban Bogotában több pokolgépet is felrobbantott. A drogbáró tehát lényegében háborúban állt az állammal. Hosszas béketárgyalások után 1991-ben Eszkobár végül fegyverszünetet kötött a kormányjal, és feladta magát a rendőrségen, miután az Egyesült Államokba való kiadatási törvényjavaslatot nem szavazta meg a parlament. Meg is kezdte büntetését a saját magától tervezett és építetett katedrálisnak nevezett luxus börtönben. Számos botrány után többek között Eszkobár drogkereskedőket juttatott be a börtönbe, ahol megölette őket, a kormány egy hagyományos állami börtönbe akart áthelyeztetni, ekkor azonban a szökés mellett döntött, amit sikeresen végre is hajtott. Escobar 16 hónapig sikeresen bolykált a hatóságok elől, azonban 1993. december 2-án, a 44. születésnapja utáni napon elfogyott a szerencséje. Pablo Escobar egy amerikai kolumbiai elütalakulat ellen vívott tűzhat vesztette életét. A hatóságok beslése szerint az agyonlő drogkereskedő temetésén körülbelül 20 ezer ember vett részt a Medellín külvárosában lévő temetőben a kolumbiai férfiak is szeretnek virágot ajándékozni a nőknek. Ezek a csokrok azonban sosem tartalmazhatnak liliomot vagy körömvirágot, ugyanis ezeket a helyi kultúrában kizárólag temetésekre viszik. Brazília és Vietnám után Kolumbia a föld harmadik legnagyobb kávéexportőre. A fekete leves az ország GDP-nek 7-8%-át adja, a teljes export 7-10%-át fedi le, valamint 500 ezer családnak biztosít megélhetést. A kávé nem őshonos az országban, a spanyol telepesek hozták be Kolumbiába a 17. század elején, eleinte csak dísznövényként, illetve saját felhasználás céljából termesztették kisebb mennyiségben. A kolumbiai kávéban Való kereskedelem csak a 19. század első évtizedében indult meg, a kávé, mint kolumbiai exportcik pedig csak a 20. század második felében szilárdult meg. Ebben az időszakban a kolumbiai kávétermelés kevesebb, mint 30 év alatt 60 ezer zsákról 600 ezer zsákra emelkedett. Egy zsák körülbelül 60 kilónak felel meg. A legfontosabb piacnak az Egyesült Államok, Franciaország és Németország bizonyult. A kávé nem csak a kolumbiai gazdaság, de a kultúra egyik alapköve is. Az országban a kávé sokkal inkább társadalmi szerepet tölt be, ez a kolumbiai társaság élet egyik legfontosabb eleme. Nagyon gyakori, hogy a kolumbiaiak egy csésze kávé mellett találkoznak a barátaikkal és családtagjaikkal, az idősebbek körében pedig nem ritka, hogy egész napjukat egy csésze kávé mellett ülve beszélgetéssel töltik. A munkahelyeken is fontos szerepet kap, ugyanis sokan úgy tartják, hogy fokozza a mentális képességeket, ezáltal javítja a munkavállalók teljesítményét. A kolumbiai kávé tehát többet szimbolizál, mint egy forró ital, a nemzeti identitás egyik fontos jellemzője. Összehozza az embereket, barátság, kapcsolatokat teremt és ad munkát. A kolumbiai lobogó sárga színe a függetlenséget és az igazságot, a kék az éberséget és a hűséget, a vörös pedig a dicsőséget, a nagy lelkűséget és a vérrel kivívott győzelmet jelenti. El Dorado egy titokzatos ország Dél-Amerikában, amelyet a spanyol konkvisztádorok és kalandorok az őslakosok elbeszélései szerint a kontinens különböző részein, főleg a mai Kolumbia hegyvidékein kerestek. A legenda szerint egy Parim nevű tópartján áll egy város, Manuel del Dorado, melynek házait aranylemezek borítják, a kövezete pedig drága kövekből áll. Állítólag ide menekültek az inkák utódai, akik minden nap friss aranyporral hintették be a testüket, és színaranyból készült palotákban laktak. Egy másik történet szerint a muiszka indiánok a királyukat aranyporral kenték be, és dorádóvá, vagyis bearanyozottá változtatták, valamint aranytárgyakat szortak a szentnek tartott Guatavita tóba is. A Kolumbusz előtti indián népek díszítésre és vallási szertartásokon használták fel az aranyat, ugyanis ők is felismerték ennek a nem oxidálódó fémnek az értékét. A benszülött indiánok, amikor ráébredtek a hódítók aranyészségére, sokszor hamis helyszíneket adtak meg, hogy az idegenek minél messzebb küldjék tőlük, és azok más tájakon kezdjenek el kutakodni. A kolumbiai Bogotá aranymúzeumban a prekolumbián civilizációk aranytárgyainak hatalmas gyűjteményét tekinthetik meg a látogatók. Bár a régi civilizációk messze menően több ilyen tárgyat készítettek, de a spanyol hódítók a megszerzett alkotások többségét beolvasztották, aranyrudakba öntötték és Spanyolországba szállították. Kolumbiában az Andok keleti részén található a kristály folyó, amely sokak szerint a világ legszebb folyója. A 100 km hosszú folyó egy festői szépségű területen hömpölyög, ami már önmagában is lenyűgöző látványt nyújt, amért azonban kiérdemelte a világ legszebb folyója címet, az a Makarenye Klavigéra nevű vízi növénynek köszönhető. A folyami hínárfélékhez tartozó Makarények Klavigéra az esős és száraz évszak közötti időszakban, vagyis szeptember és november között ellepi a folyót a fényviszony és a vízállástól függően pedig vörösnek, kéknek, narancssárgának, zöldnek vagy sárgának látszik. Emiatt a folyó tényleg olyan, mint valami folyékony szivárvány. Brazília után Kolumbia rendelkezik a második legnagyobb biodiverzitással, és egyike a 17 úgynevezett megabiodiverzitású országnak. Minél nagyobb ez a szám, annál változatosabb élővilággal rendelkezik az adott ország. A Kolumbiában található állat és növényfajok számát 63 ezer és 70 ezer közé becslik. 1900 különböző madárfaj él az országban, amiben így a kolumbiaiak világelesők. Azonban más fajokban is előkelő helyen szerepel az ország második növényekben, halakban és kétértűekben, harmadik pálmafákban és hüllőkben, negyedik az emlősökben az 1994-es Egyesült Államokban megrendezett labdarúgó világbajnokságra a kolumbiai nemzeti 11-es kijutott, és sokan komoly esélyesnek tartották a végső győzelemre, vagy legalábbis arra, hogy előkelő helyen fognak végezni. Hogy a játékosoknak legyen némi motivációjuk, a kártel tagjai halálosan megfenyegették őket, miszerint ha rosszul teljesítenek és ide kiesnek, akkor a családjukkal együtt fogják megölni őket. Kolumbiában talán érdemes ezt a fenyegetést komolyan venni, és nem csak egy rossz kezelni. A csapat vereséggel kezdett, az első meccsökön ugyanis három egyre kaptak ki a románoktól. A második mérkőzésükön a házigazda amerikaiak ellen léptek pályára. A kolumbiaiak ismét vereséget szenvedtek, ezúttal kettő egy lett a végeredmény, hála Andrés Escobar öngoljának. A záró mérkőzésen már hiába győzték le a svájciakat 2-0-ra, kiestek a csoportkörből. Sokan tokolták a vereségért, ezért 1994. július 2 szülővárosában agyon agyonlőtték a 27 éves fiatalembert. Egyesek úgy vélték, hogy a gyilkos pusztán az öngól miatt tölte meg eszkobát, de sokkal valószínűbb, hogy nem önszántából tette, hanem felbérelték olyanok, akik sok pénzt vesztettek azon, hogy Kolumbia nem ért el a nyolcad döntőt a foci A gyilkosát Umberto Múnyosz káztrót bűnösnek találták és 1995-ben 43 éves börtönbüntetésre ítélték, amit később 26 évre mérsékeltek. 2005-ben azonban mindössze 10 év rapság után jó maga miatt szabadlábra helyezték. Kolumbiában nem számít szabálysértésnek a grafitizés. Sőt, a kormány még támogatja is a feltörekvő utcai művészeket, akik alkotásaikkal kidekorálják a leglepusztultabb házakat, hidakat, falakat, mert szerintük így jelentősen javítható a városok esztétikája és az emberek hangulata. A drogbáró Pablo Escobar az 1980-as évek elején egy magánállatkertet rendezett be az Hacienda Napoles nevű birtokán, melynek büszkesége négy víziló volt. Miután 1993-ban a rendőrök lelőtték eszkobárt, az állatkert is magára maradt, a vízilovak pedig egész egyszerűen megszöktek. Mivel a dél-amerikai éghajlat nagyon hasonlít az afrikaira, a hatalmas állatok otthon érezték magukat az új hazájukban. Afrikában nem is okoznak gondot a táplálék mert ott több nagy testű vetétársuk is akad, melyek képesek kordában tartani a populációt. Ilyen például az oroszlán és a krokodil. A kolumbiai vadonban azonban nincs természetes ellenfelük, ezért invazív fajnak minősül vagyis könnyedén terjeszkednek, hiszen egyetlen állat sem képes megállítani őket. A négy állat napjainkban egy 169 fős csordára bővült, és a becslések szerint, ha nem avatkoznak közbe, a létszámok 2035-re elérheti az ezer példányt. A hatóságok megpróbálták sterilizálni a vízilovakat, ami nem könnyű feladat. A vízilovak megtalálása rendkívül nehéz, élőhelyeket ugyanis gyakran változtatják, hol a vízben hűsölnek, hol pedig a szárazföldön táplálkoznak. A közel három tonnás állatok nagy termetük ellenére meglehetősen gyorsan tudnak mozogni, ráadásul egyetlen sterilizációs eljárás teljes költsége elérheti a 3,5 millió forintot. Több állatvédő szervezet is hevesen tiltakozni kezdett a szerintük meglehetősen drasztikus eljárás ellen. Végül megszületett egy kompromisszumos megoldás, ami egyrészt csillapítja a kedélyeket, másrészt lehetővé teszi Kolumbiának azt, hogy megszabaduljon a nílusi vendégektől. A vízilovak többségét elajándékozzák, egy részüket ivartalanítják, míg másokat sajnos kénytelenek lesznek elaltatni.